mert támogatni a gyengébbet, felemelni egy adott feladathoz, örülni a sikerének, az egy csodálatos dolog. A Vadvirágesség Klub legfőbb feladata, hogy a mindenkori élet szükségletekhez kapcsolódóan a felnőtt értelmükben akadályozott klubtagjaikkal közösen, az ő igényeiktől befolyásoltan szervezett, sokoldalú tevékenységet lásson el. Az idei évben 13. alkalommal kerül megrendezésre az a kulturális találkozó, melyet társintézményeink hasonló örömmel vártak. A Mit tehetnék érted című nyitószámunkhoz két oktatási intézmény csatlakozott. Egyrészt az Eötvös József Katolikus Általános Iskola diákjai jeleléssel, szavalással és énekkel összesen három osztályból, három különböző korcsoportból Kovács Ilona, Somogyi Mária és Sitkei Katalin pedagógusok támogatásával, illetve a Kossuth Lajos szakképző iskolából Körmöci Zoltán pedagógus és a diákokból álló szóközkultúrzenekar szakmai irányításával. Hálával tartozunk a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány elnökének, Balogh Lászlónak, aki hetente jön hozzánk Budapestről, hogy művészetterápián belül színpadi szerepre készítse klubtagjainkat. A sok-sok gyakorlásból ők is bemutatkoznak a mai nap során. Az, hogy épp és akadályozottsággal élő személyek együtt lépnek fel, több pozitívumot is hordoz. Nem csak látják és figyelik egymást, hanem megszokják a másik jelenlétét a próbák alatt, ezáltal észrevétlenül, de tanulnak is a másiktól. Ami a legnagyobb pozitívum, hogy a produkció végén együtt örülünk a sikernek. Ami nagyon fontos, hogy ezek az összejövetelek az akadályozottsággal élő személyeket egy közös és örömteli, egyben változatos tevékenységhez segíti, amelyben örömét leli, önbizalma erősödik, találkozik másokkal, barátságokat és ismerettségeket szerez. A mai nap nem csak a szereplésről szól. Nem csak azokról a nagyszerű emberekről, akik sok-sok gyakorlás után vállalják, hogy fellépnek a színpadra, nem csak az őket kísérő, felkészítő, támogató gondozóikról, vagy az őket megtisztelő vendégekről. Ez a nap mindannyiunkról kell, hogy szóljon. Hiszen olyan hatalmas összefogás van a produkciók mögött és mellett, ami igazi örömmel tölti meg a lelkünket. Támogatóink: Tóth Kása Sándor, Vadvirág Gyermekeinkért Alapítvány, Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány, Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ, Petőfi Művelődési Központ, Busa Péter, Csiszárné Szendi Pálma, Csete Zoltán, Alföld Gyöngye Hotel, Benkőné Dékány Csilla, Béres Enikő és a 10x F osztály, Hajdó Péter, Szemenyei Szilvia, Lövei Ferenc, Nyitrai Attila, Kovács Zsigmond, Kovácsné Egri Ildikó, Skorka Ágnes. Az Aranymasnyi rendezvény egy lehetőség arra, hogy bemutathassuk, hogy mire vagyunk képesek. Nekem az Aranymasnyi azt jelenti, hogy különböző városokból jönnek hozzánk fellépni, és nagy büszkeséggel tölt el engem, hogy épp emberek az Eötvös iskolából és a Kossuth Lajos iskolából jönnek hozzánk, csatlakoznak hozzánk fellépni. És külön köszönet nektek, akik felkészítettek bennünket.